Mustán írom kérd a spagettival carbonárát, hogy tudjam, kit keresek és hova kerülnöm. Rendben, mintást anyagban fogom kérni. Egy spagetti a la carbonárát kérnék. És ha lehet, akkor mintás tányérban. Valkandin vagy? Szia! Bocsánat, hogy késtem be a parkolóban, nem könnyen találtam helyet a terepjáróban. Anyukámtól kaptam, de most már itt vagyok. Most így megjöttél, el is mehetsz. Jó, van, rendben, ahogy gondolod, tudom, hogy húsgombóc vagyok, de máshol is eltek. Szia! Finom a tészta. Hát, ízletes. Mi a fene csak ásványvíz? Semmi komolyabb. Hát, tudja kérem szépen, izgulós típus vagyok. Nem szeretem, ha fölkavarja a gyomromat. Nekem mindig segít. Reggel, délben, este. Meg ha golyó van a fejben. A kettő együtt egy mesternő. Képzelj, mi történt itt az előbb. Itt volt egy szép hölgyel, egy nagy darab habsi akart randizni. Na, mesélj valamit. A melóról. A melóról? Hát, kérem szépen, ha magamat be kéne mutatni, azt a jelzést mondanám, hogy precíz és mindig tudom, hogy mi a dolgom. Igen, a fiúk mesélték, hogy érted a dolgot. Nehéz manapság ilyen embert találni ebben a szakmában. És sokan elkallódnak. Akkor vágjunk bele. Mi a legvéresebb sztori? Mesélj valamit magadról. Hát igazából nincsen nagy véres sztorim, mert ő általában olyanok voltak, hogy kézbe vett szög, vagy kutyarapás. Mikor fénymásoltam, akkor beragadt az ujjam a fénymásoló alá, és hát beszorult. Semmi véresebb sztori? Igazából, ha most visszagondolok, volt, még gyermekkoromban, mikor elkezdtem a szakmát, akkor hát így a vénám megsérült, és akartak tőlem vért venni az asszisztensek, és így mindenhol összefröcsköltem. Ott a szép hölgynek a szép helyén is. Hát, ott szerettem meg igazán a szakmát. Kac-kac, régen nevettem ilyen jót. Amit mondtak rólad, el se képzeltem, hogy van humorérzéke. És hány embert nyírták ki? Ez a kérdés hogyan? Hát igazából sose ilyen orvosi műhibát nem követtem el, és mindig ockodtam tőle, és lekopogom, hogy nem volt, és nem is nagyon szeretnék ilyet, hogy ilyen történjen velem igazából. Hát, betegek. A betegek... Na mi van, nem kell izgulni, nyugi! A betegek olyan helyeket szerettek, ahol igazából szeretik és tisztelik a betegeket. Az orvos és a beteg kapcsolat tiszta. Biztos, hogy jól érzed magad? Nem kérsz valami erősebbet? Pincér. Nem, köszönöm, nem. Őszintén szóval elég izgulok, hogy megkapom az állást. Jó, nem most egy kis pénz, igazából. Látok ilyen sok véres sztoritok van? Biztos akkor sok betegetek is van, ezek szerint. Hát beteg az van, bőven. Volt például egy pasi, aki kivitte a beteget. Az erdőbe oda kötözte egy fához, és feltrancsírozta egy láncfűrésszel. Igazából olvastam már szélsőséges boncolásokról, és ilyen történeteket hallottam, és ilyenben még sose volt részem őszintén, és igazából nem nagyon szeretném elfogadni ezt az állást. Igazából. Nem szeretnéd elfogadni az állást? Szórakozol vele? Mm-mm. Mondd a kódot, ne szórakozz már! Kódot? Milyen kódot, kérem szépen? Hát a kódodat, nem érted? Nem értem a kérdést.
most hogy jön ide a kód? Mondták a munkaidőbe, ez egy egyszerű állásinterjú lesz. Kicsit erős a főnök úr, de hát én így nem gondoltam volna, hogy maguknak ilyen véres sztoriaik vannak. Most mondod ezt a kódot, vagy nem mondod a kódot? De hát nálam nincs semmilyen kód. Látod ezt itt? Ő az én legjobb barátom. Benne megbízhatod. Nem úgy, mint az ilyen kis buzgó nőcsinek. Hát ez tényleg elég egy vad helyzet. Mondták, hogy kemény lesz, de fegyver is, és minden más. Miért szart csinálsz? Vajon egy pillanatot, bocsánat. Atyavilág, mit nem belefőztek ezek a szakácsok a kajámba? Na, látod, hogy megvan. Erről a cetriról volt szó? Mi ez? Úristen, ezért a kis hülye cetliért volt ez az egész állásinterjú? Minek hisz maga engem? Egy pitiáner? Mafiózónak? Ó, te jó ég! Mi ez a cirkusz? Mit kiabál? Fel akarja fedni, hogy itt vagyunk? Hát, már legalább egy órája várok itt önre. És egyáltalán mit művelezzel a szerencsétlen? Akkor ki ez? Én kérem szépen az orvosi állásra jelentkeztem a kórházba, amit hirdettek. Őristen, most fizetek meg minden mellé lőtt golyómért. Zabálj csak tovább, te meg gyere, te barom. Szubasszus. Hova kerültem? Hello! Szia! Van kedved még randizni? Hát akkor végül is orvos vagy, nem mafiózó. Nem, orvos vagyok, igen. Akkor miért is ne? Szuper!